kis pihenés, még tartsanak velünk. Köszönjük szépen, jó estét kívánok, kedves nézők! Hát az ember keresi a szavakat, keresi, de egész egyszerűen nem találja. 9000 ember fér be ebbe a zágrábi sportcsarnokba, és hát a legpesszimistább számítások szerint is 7500 magyar jött el szurkolni a magyar női kézilabda válogatottnak, hogy megnyeri a döntőt a franciák ellen, és akkor még néhány százan, néhány ezren állítólag kint ragadtak a zágrábi csarnok előtt, tehát hát, ha valahogy ők is bejutnak, beengedik őket, és élvezhetik majd ezt a VB döntőt. Én azon gondolkodom, hogy volt-e valaha női kézilabda mérkőzésen ennyi ember egy csarnokban, hát talán 82-ben, ugye, az akkor még létező Budapest sportcsarnokban, amikor végül ezüstérmet szerzett a magyar válogatott. Hát én bízom benne, hogy ez lesz az egyetlen különbség. A hangulat az valami szédületes, a lányok is, én azt láttam, hogy inkább vidámak, mint görcsösek, de hát ez majd a mérkőzésen ki fog derülni. Néhányan kiki kukucskáltak, és aztán mentek vissza az öltözőbe. Hát aztán persze ugye ki kellett jönni, mert hogy bemelegítettek, és most már várják a VB döntőt. Következzen a két ország. Odahaza is beleborsolcik az ember háta. Hát ha csak körülnézek és a zászlók feliratait figyelem, Sarkadtól Mezőkövesden át Zalakarason keresztül, Miskolc, Nyíregyháza, Bonyhád, Kiskörös, mindenhonnan jöttek. Vannak illusztris vendégei is ennek a világbajnokságnak. Itt van Gyurcsány Ferenc.